Tarthatatlan az a helyzet, ami az elmúlt hetekben kialakult a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatalban, amelyhez 8 település tartozik, mondta Madarász Zoltán, Porrok polgármestere, aki 3 környező falu megválasztott vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót a dél-somogyi városban. A kis települések polgármesterei úgy vélik, a június 9-i önkormányzati voksoláson megválasztott új csurgói polgármester Ilia Csaba túllépte a hatáskörét, és a város jegyzőjével sem szeretne a jövőben együtt dolgozni. Olyan tevékenységet fejtett ki, amely az én olvasatomban jogszerűtlen, hiszen olyan döntéseket hozott már a hivatalba lépése október 1-e előtt, ami a hivatali munkát konkrétan ellehetetlenítette. Jelen pillanatban a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal úgy néz ki, hogy jegyzőasszony, egy fiatal Csurgóra betelepült csurgói lakos kétgyermekes családanya, Ilia úr a nyár folyamán közölte vele, hogy nem kíván vele továbbiakban együtt dolgozni, tehát ő szeptember 30-ával közös megegyezéssel, még a jelenleg regnáló testület döntése alapján közös megegyezéssel távozik a hivatal éléről. Mint Madarász Zoltán elmondta, Csurgó aljegyzője közös megegyezéssel kezdeményezte távozását, valamint a hatósági iroda vezetője sem folytatja már a munkát a városban. Ő már máshol jegyzőként dolgozik. A közös hivatal szervezeti és működési szabályzata alapján azonban alakuló üléseket, illetve az átadás átvételeket a jegyző, az aljegyző, illetve a hatósági iroda vezető szervezeti bonyolíthatja, folytatta Madarász Zoltán. Mint hozzátette, tudomása szerint a közös önkormányzati hivatalban a jegyzői poszt betöltésére nem írtak ki pályázatot, de az állásra már biztos befutóról van tudomásuk. Erről azonban nem egyeztetett Ilia Csaba a körjegyzőséghez tartozó többi település vezetőjével hangzott el a sajtótájékoztatón. Megdöbbentett, hogy mennyire a fejünk fölött és a megkérdezésünk nélkül születnek döntések. Ebben az időben pletyka szinten már hallani lehetett, hogy a megválasztott polgármester úr új jegyzőt hoz, nyilván a személyét nem ismertük, velünk, polgármesterekkel, kistelepülési önkormányzatokkal egyeztetést le nem folytatott. A kialakult csurgói helyzetről Madarász Zoltán, Porrok polgármestere tájékoztatta a felügyeleti jogkört ellátó Somogy vármegyei kormányhivatalt, hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Jeszek József, Somogybükkösdi, Fagyas József, Somogycsicsói település vezető, valamint Vuk Attila megválasztott szentai polgármester is. Mint elmondták, a személyi változások és a döntések miatt bizonytalanságot tapasztalnak a hivatal életében. Csurgó leköszönő polgármestere, Füstös János is aggodalmát fejezte ki. Eddig ez a város egy nyugodt, békés kisváros volt, ami a 18 településnek a járási székhelye és körzetközponti szerepet is betöltött. Az elmúlt heteknek az intézkedései alapján ez a körzetközponti szerepnek a gyengülése is látszik, annak ellenére, hogy még az új képviselőtestület nem is kezdte el a munkát. Csurgó egy hátrányos helyzetű település, kevés a jó szakember, és én azt gondolom, hogy minden jó szakembert nem csak Csurgón, hanem több nagyobb, prosperálóbb településen is meg kell őrizni, és meg kell becsülni őket. Ilia Csaba megválasztott csurgói polgármester szerint október 1-e után is biztosított a hivatal működése. Megbízott jegyzőként a feladatokat Ács Attila látja el, aki segíti majd a körjegyzőségi településeken az alakuló üléseket és az átadás átvételeket, mondta el Ilia Csaba. Ő jelenleg még egy másik körzet jegyzője, és ő lesz az, aki bírja a bizalmamat, és ő lesz az, aki a munkánkat segíti. Ezekben az időszakokban, hogy a körjegyzőségen lévő települések se aggódjanak, a mai nap délelőtt folyamán már mindegyik polgármestert a hivatalból felhívták, polgármesteri hivatalunkból. Mindegyik polgármester megkapta azt, hogy mikor fogunk itt találkozni, mikor fognak ők találkozni Ács Attila jegyző úrral. Ekkor egyeztetnek a körjegyzőséghez tartozó települések vezetőivel a képviselőtestületek alakuló üléséről is, mondta Ilia Csaba.